Mint minden konferencia lebonyolításánál, most is sajnálatos módon szorít bennünket az idő, ezért folytassuk akkor a tanácskozásunkat, és ahogy már az előző előadásokban több utalás is történt rá, alkotmánytörténeti barangolásainkban érkezzünk meg 1848-hoz, ezért felkérném Herman Robertet, hogy tartsa meg az 1848-as alkotmánnyal foglalkozó előadását. Parancsolj! Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Amikor a 48-as alkotmány, hallani lehet, amit mondok? Igen. Tehát amikor a 48-as alkotmányról beszélünk, akkor ugye két kérdést kell föltenni. Az egyik az, hogy folyt-e alkotmányozás 1848-ban, és szorosan összefüggésben ezzel, hogy a 48-as törvények által alkotott rendszert tekinthetjük-e alkotmánynak. Ugye itt Pasolai Péternek, illetve Mezei Barnának az előadásából kiderült, hogy a történeti alkotmány egy olyan dolog, ami hogyha akarom, lemhes, ha akarom, nem, tehát hogy van is, meg nincs is. Egyéni értelmezések kérdése a dolog. És éppen azért nagyon érdekes, ugye, hogy az új alaptörvény preambulumából abba bele került a történeti alkotmány, de valamilyen rejtélyes oknál fogva nem került bele 1848, ami pedig tudomásom szerint a magyar polgári alkotmány fejlődés hát egy kiemelkedő periódusának tekinthető, nem csak azért, mert én ezzel a korszakkal foglalkozom. 1867 után érdekes módon nagyon sok kritika érte a 48 évi törvényhozást, vagy ha úgy tetszik, alkotmányozást. És ami még érdekesebb, hogy két irányból, egyrészt ugye a 67-esek mondták azt, hogy hát itt ilyen tővelhegyel összehányták a törvényeket, és ezért is nem volt működésképtelen a dolog. Bezzeg Deák Ferenc bölcsessége 1865 és 67 között helyrehozta mindazt, amit az a sok nyeretlen két éves ott 48 március-áprilisában nem tudott normálisan megalkotni. A másik irányú kritika az viszont már a dualizmus ellenzéke részéről, ugye részint a polgári demokratikus, részint a szociáldemokrata ellenzék részéről, ugye Szabó Ervint, aki most megint el van híresülve, lehetne idézni, érkezett, akik szintén azt mondták, hogy hát ugye ezek a derék nemes urak, ezek semmi más nem tekintettek elsődlegesnek, mint hogy a saját rendi előjogaikat minél tökéletesebben körülbástyázzák, és nem törődtek a korszak igazi nagy kérdéseivel. Ha valamit két oldalról ennyire szívnak, akkor azért nem lehet olyan nagy baj vele. Ugye Magyarországnak 1848 előtt, mint kiderült, nem volt írott alkotmánya, és úgy tűnik, hogy az írott alkotmány igényesen nagyon jelent meg. A kortársak természetesen ismerték a korszak nagy írott alkotmányait, ugye kezdve az amerikai alkotmányon folytatva az 1791-es lengyelen, a 31-es belgán, a francia alkotmányon, és így tovább, és így tovább. Ugye Szemere Bertalan például az Utazás külföldön című munkájában a francia alkotmányt egy az egyben le is közölte, a cenzúrán valahogy átment a dolog. És 1848 márciusában, amikor ugye megérkezik a párizsi forradalomnak a híre, akkor a Kossuth-féle felirati beszédben már megszületnek azok az alapelvek, amelyek aztán az egész 48-as törvényhozást hát megalapozzák. Ami nagyon fontos volt, és itt vissza kell utalnom egy kicsit a reformkor történetére, ugye a reformkori politikai harcokban is folyamatosan hivatkoznak az ősi alkotmányra, mind a két oldalon. Ugye a konzervatívok az ősi alkotmány védelmében lépnek föl, ami azt jelenti, hogy szeretnék fenntartani a nemesi előjogokat, adómentességet, stb. Stb. A másik oldal, tehát a reformellenzék szintén hivatkozik Magyarország alkotmányosságára, ennek viszont közjogi értelmezése van, tehát az Ausztriához való viszonyukat tételezik ilyen módon, arra hivatkozva, hogy Magyarországnak az ősi alkotmány értelmében ilyen és ilyen jogai vannak, ugye itt a 1790-91-es 10. törvénycikk már elhangzott, de ezek a jogok ezek nem érvényesülnek tételesen. És nagyon érdekes, hogy mind a két oldal azzal a joghézaggal érvel, ami kétségkívül létezik a történeti alkotmány tekintetében. Tudnélik a reformellenzék azt mondja, hogy amit a törvények tételesen nem tiltanak, az szabad. Ugye Kossuth ilyen alapon indítja meg 33-ban az országgyűlési tudósításokat, majd a törvényhatósági tudósításokat. A másik oldal, a kormányzati oldal pedig arra hivatkozik, hogy amit a törvény nem szabályoz, az tilos, tehát hogy azt csak külön engedéllyel szabad megcsinálni, és ebből időnként nagyon mulatságos helyzetek alakulnak ki.
A reformkornak a törvényhozási hozadéka, annak előtt, hogy hát meglehetősen vaskos kötetet alkotnak az 1825 és 1844 közötti törvények, az voltak éppen nagyon csekéke. Tehát ugye, hogy itt Mezei Barna is hivatkozott rá, alkalmi paktumok alapján születnek meg törvények, és nagyon kevés olyan törvény van, ami alapvető törvénynek tekinthető, ugye ilyen a 44-es nyelvtörvény, vagy ilyen igénnyel születik meg szintén 1840-ben ugye az örökváltságról szóló törvény, aminek azonban nincs igazi kihatása, hiszen ugye 1848-ig a jobbágyi lakosság összesen 1%-a tud megváltokozni, tehát hogyha ez maradt volna érvényben, akkor még manapság sem számolódott volna föl feltétlenül a jobbágyrendszer. 1848-ban, amikor az átalakulásra sor kerül, akkor ugye már megvannak az elméleti alapvetések, és itt nem csak Széchenyi munkásságára kell gondolni, vagy Kölcseyére, vagy Kossuthéra, hanem ugye ott van az ellenzéki nyilatkozat, ott van a Pest megyei követutasítás, és hát ezeknek a foglalata a Kossuth-féle felirati beszéd. Ami a 48-as törvényhozást, alkotmányozását teszi az én véleményem szerint, az nem más, mint a közjogi és a társadalmi rendszer gyökeres átalakításának az igénye. Ez nem jelenti a bolsevik logikát, tehát hogy a múltat végképp el kell törölni, hiszen vannak használható elemek, vannak tovább éltethető elemek, de alapvetően át akarják szabni részint az Ausztriához való viszonyt, részint pedig az országnak a társadalmát. Mit jelent mindez? Ugye megszületik a harmadik törvénycikk, érdekes módon nem az első és nem a második törvénycikk az igazán fontos. Abban ugye hálanyilatkozott van József Nádornak, aki már nem él, és István Nádornak, aki meg él. A harmadik törvénycikk a legfontosabb, ugye a független felelős magyar minisztériumról, amely egyrészt egyesíti a korábban meglehetősen széttagolt kormányzati struktúrát, ugye a helytartó tanács, a kamara, illetve a kancellária jogköreit és hatásköreit, hiszen ezeknek a Háner Pétertől bocsánatot kérek, feudális kormányszékeknek, vagy rendi kormányszékeknek, ha úgy tetszik, a hatásköre, ugye a későbbi minisztériumi struktúrából lényegében a belügy, a pénzügy, félig meddig a miniszterelnökség, félig meddig a király személye körülének nevezett külügy, minisztérium, illetve hát ugye Széchenyi fellépése után a közmunka és közlekedésügyi minisztérium egyes jogköreire terjed ki. 1848. április 11-től ugye van a miniszterelnökség, belügyminisztérium, pénzügyminisztérium, külügyminisztérium, földművelési iparkereskedelem, közmunka és közlekedésügyi minisztérium, és ami viszont teljesen új, és amire a korábbi magyar rendi államstruktúrában nem volt példa és nem volt igazából kísérlet, ez ugye a hadügyek önálló kezelésének az igénye. Az is nagyon fontos, hogy korábban kollegiális kormányzat folyt, tehát ugye nem volt semmilyen szinten megfogható az egyéni felelősség, itt ugye egyéni miniszteri felelősség van. Ugye manapság ennek külön hát, pikantériát ad egy hivatalban volt miniszterelnök elleni eljárás, már a 48 évi harmadik törvénycikk is intézkedik arról, hogy ha miniszterelnök valami fajta hivatali visszaélést követ el, akkor bizony parlamenti vizsgálóbizottság előtt felelősségre vonható. Ez nem egészen azonos a mai helyzettel, csak szeretném mondani, hogy azért a gondolat nem egészen ördögtől való. Tehát, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy politikusként azt csinálunk, amit akarunk, és aztán utána hát majd a nép ítél felettünk. Ugye nagyon fontos az állami integráció, hiszen Magyarországot 1848 előtt nem kormányozták egységesen, nem csak Magyarország és Erdély volt külön, hanem gyakorlatilag a katonai határőrvidék, az ország déli és keleti határszélének a jelentős része sem állt a magyar kormányszékeknek a fennhatósága alatt, és legalábbis elméleti szinten ennek az igénye is megjelenik. A honvédelmi kérdésnél ugye hozzá kell tenni, hogy ez annyira nem tartozott a magyar kormányszékek alá, hogy a magyar kormányzati struktúrától független birodalmi katonai struktúrában a generálkommandók, a főhadparancsnokságok intézték ezeket az ügyeket, amelyek mellérendelt szerepben voltak legfeljebb ezekkel a magyar kormányszékekkel, és ugye a legfőbb irányító szerv működésébe, a bécsi udvari haditanácséba, illetve az azt felváltó osztrák hadügyminisztériumébe a magyar félnek semmifajta beleszólása nem volt, tehát itt ugye megjelenik a hadsereg feletti rendelkezés igénye, illetve ennek a joga. És ami nagyon érdekes, hogy alakul egy olyan miniszteriális szintű szervezet, ami az egyéb honvédelmi ügyeket kezeli, ez az Országos Nemzetőrségi Haditanács, amelyet lényegében a miniszterelnök maga hát irányít. Ami az igazságszolgáltatást illeti, itt ugye az igazságügyi minisztérium vagy igazságügyi minisztérium veszi át ezeket a
az ügyeket, de nem szüntetik meg a régi ítélő fórumokat, tehát ugye a 7 személyes tábla, királyi tábla fönnmarad egészen 1849 májusáig, amikor feloszlatják őket, és egy új struktúrát próbálnak meg létrehozni. Szintén gyökeresen átalakul a törvényhozás. Ugye Magyarországon 48 előtt két kamarás országgyűlés volt, Erdélyben egy kamarás, de mindegyik meglehetősen aszimmetrikus szerkezetű, hiszen Magyarországon a felső tábla, amelyik hát a lakosság ezredikben kifejezhető részét sem képviselte, blokkolhatta az alsó táblának a működését, Erdélyben pedig ugye a király, vagy a nagyfejedelem ugye annyi királyi hivatalost hívott meg, amennyit akart, tehát gyakorlatilag ugyanúgy megoldhatta, hogy számára kedvezően alakuljanak az erőviszonyok. Ugye a népviseleti országgyűlés egységessé és egyértelművé teszi a szabályokat, évenkénti ülésezés, pontosabban 3 évente kell összehívni az országgyűlés, de évente üléseznie kell. Ugye korábban az uralkodó ezzel is játszhatott, hát volt olyan, hogy megvárta, amíg azért az a 3 év letelik, addig is azt csinálunk, amit akarunk. Ugye vagyoni cenzusra, értelmiségi cenzusra épült a választójog, ugye az értelmiségnek már akkor is kirúgott a fenek a gatyából, tehát nem lehetett tőle elvárni, hogy biztos jövedelme legyen. Ugyanakkor viszont megmarad a választójoga azoknak, akiknek korábban volt, és ugye ez még 1867 után is fönnmarad. Integrálják a törvényhozásba Erdélyt, tehát ott is ugye átalakítják teljes egészében a struktúrát. Leértékelődik a felső tábla szerepe, amit az is mutat, hogy hát a főrendi vagy a főrendeknek nem sok kedvük van részt venni a törvényhozásban. Ugye 1848 nyarától kezdve folyamatosan le kell szállítani az érvényességi küszöböt, hogy hány embernek kell ott lenni, és a végén azt hiszem, hogy már 50 gróffal, meg báróval, meg herceggel működni tudott a dolog. Közben ugye azért olyan ezres nagyságrendű volt a felnőtt férfi főrendi házi tagoknak a létszáma. Megszűnik ennek a főrendi táblának a blokkoló funkciója, vagy főrendi háznak a blokkoló funkciója. Nem nagyon mernek visszautasítani semmilyen törvényjavaslatot, vagy határozati javaslatot, amit a népképviseleti országgyűlés képviselőháza benyújt. Az egyetlen kivétel szegény Ötvösnek ugye a népoktatási törvény, ami aztán így 1867-ig el is hal. Részletesen szabályozzák a választások szabályait. Hát ugye, hogyha valaki olvasott reformkori tudósítást követ választásról, akkor azért azt mondja, hogy mégiscsak sok minden történt a magyar alkotmányos kultúra fejlődésében az elmúlt 160-170 évben, mert manapság azért legfeljebb szívrohamot szoktak kapni a választások alkalmával az idősebb választók, de mondjuk az viszonylag ritkán esik meg, hogy az illetőt fokossal fejbe vágják, vagy belevágják egy kályhába, és ugye így kénytelen otthagyni a fogát a választás oltárán. Ugye nagyon fontos, hogy bejön az arányos képviselet. Ugye 1848 előtt a megyék tekintet nélkül arra, hogy kismegyéről vagy nagyról volt szó, két-két követet küldtek, kötött mandátummal, és az egymás szavazatai ugye kioldhatták egymást. Tehát, hogy az egyik valamire igennel felelt, a másik nemmel, akkor mondjuk Veszprém megye abban a helyzetben tartózkodott. Ugye 48-ban átalakítják ezt, lakosság arányos képviseletet alakítanak ki, ami nem feltétlenül arányos a választók számával, ezt hangsúlyozni szeretném, mert ugye a népességi statisztikára, nem pedig a nem létező választói statisztikára épül a dolog, de így is azért jóval arányosabb, mint 48-ban. Maga a mandátum is szabaddá válik, és nem lehet visszahívni. Hát ugye ezzel azóta is küzdünk, jó megoldás igazából nincs. Nagyon fontos ugye az országgyűlés feloszlatásának a joga. Korábban az uralkodó gyakorlatilag akkor zárta be az országgyűlést, amikor úgy gondolta, hogy neki ebből elege van. Most ugye előírja az 5. törvénycikk, hogy a parlamentet csak akkor lehet feloszlatni, hogyha az az előző évi zárszámadást és a következő évi költségvetést megtárgyalta. Ennek 48. októberében lesz nagyon komoly jelentősége, amikor ugye 5. Ferdinánd a október 3. királyi kézirattal megpróbálja szétzavarni az országgyűlést, és akkor feláll Deák Ferenc, és azt mondja, hogy hát az uralkodó nem olvasta végig a 48 évi törvényeket, mert ugye az 5. törvényszik szerint ez nem jön össze. Na, nyomban ne is veszik a költségvetési és az zárszámadási törvényt ugye a napi rendről, hogy ne, hogy véletlenül szabályos legyen a dolog. Nagyon fontos az államfői hatalom szabályozása. Ugye 48 előtt a király, hát ha úgy tetszik, gyakorlatilag azt csinált, amit akart. Legfeljebb fölírtam neki néhány megye arról, hogy felségennek ez a döntése, ez nem felel meg egészen az ősi alkotmánynak.
Itt ugye egyrészt miniszteri ellenjegyzéshez van kötve minden döntése, a 48. október 3-i manifestum az többek között ezért nem is érvényes, és ugye nagyon fontos a nádornak a szerepe, aki a király távol létében teljhatalommal, szinte teljhatalommal helyettesítheti az uralkodót, bizonyos kérdésekben, mondjuk a püspökök kinevezésében, nemesítésben, katonatiszti kinevezésekben van csak szükség az uralkodó tényleges együttműködésére, de ott is szüksége van magára az illetékes miniszternek az ellenjegyzésére. És még azt a trükköt sem lehet megcsinálni, hogy a Bécsben lévő, illetve hát mondjuk az innsbrucki távollét idején ott lévő magyar külügyminiszterrel íratnak alá mindent, mert az ilyen jellegű szabályokat, amelyek mondjuk húsba vágóak, ezeket valamelyik Budapesten lévő miniszternek kell aláírnia. A rendszer gyakorlatilag így működőképes, ahogy van, és csak így működőképes, ez 48. szeptember-októberében fog kiderülni. A másik nagyon fontos kérdés az ugye a társadalompolitikai reformoknak vagy átalakításoknak a sora, a társadalmi rendszer teljes átalakítása. Itt ugye csak néhány olyan közismert dologra szeretnék utalni, mint amilyen a törvény előtti egyenlőség. Ugye 48 előtt, az úri szék előtt valaki egyszerre lehetett bíró és érdekelt fél, már mint az adott nemes úr a saját ügyében. Ez ugye 1848-ban megszűnik. Nagyon fontos a közteherviselés, ugye szétosztják a terheket az ország valamennyi lakosa között. Ugye gondoljunk bele, hogy 48 előtt ez annyira nem ment, hogy még a házi pénztár költségeinek az átvállalása kapcsán is milyen komoly hát hepajokra került sor 1843-ban a követválasztásokon, ugye Deák Ferenc ezért nem ment el az országgyűlésre, vagy hogy a Széchenyi kétgarasos tervét, ami mondjuk igazán nem vágta volna földhöz a magyar földesúri és nemesi osztályt és réteget, hogy azt is milyen ronda módon fúrták meg a főrendek 1844-ben. Ugye nagyon fontos tényező az, ezt egyébként nem nagyon van benne a köztudatban, hogy 48-ban ugyan határoznak a közteherviselésről, de gyakorlatilag 1849 végéig nem szednek adót. És ugye a neoabszolutizmusnak ezzel is pekje van, mert ugye behozzák a közteherviselést és mindjárt az adót is, tehát ezért is lehet utálni az osztrákokat, amikor bekövetkezik a szabadságharc vége. Ugye nagyon fontos az ősiség eltörlése, amire, hogyha valaki olvasta a hitelt, akkor tudja, hogy Széchenyi már 1830-ban javasolja. Igazából nem nagyon van ellenérdekelt fél ezzel kapcsolatban, hiszen ugye a szabad birtok forgalmat mindenfajta módon akadályozza, de 48-ig nem megy át. Nagyon fontos, és talán a legfontosabb az úrbéri viszonyok megszüntetése, amit mi úgy nevezünk, hogy jobbágyfelszabadítás, hiszen ez teremti meg a polgári értelemben vett tulajdont és a személlyel és tulajdonnal való szabad rendelkezés jogát, tehát itt igazi alapjogokról van szó. Ugyanilyen fontos a sajtó és szólásszabadság. Ugye igazából a szólásszabadság ügyében 1840 után már a magyar kormányszervek, illetve a birodalmi hatóságok sem nagyon abajogtak, azt a meccset elbukták, ahogy mondani szokás. De hát mondjuk azért az, hogy mi jelenik meg a sajtóban, ezt ugye folyamatosan előzetesen lehetett ellenőrizni, ennek nagyon szórakoztató példái, és hát ugyanakkor felháborító példái vannak. Ugye maga az előzetes cenzúra intézménye, ami 48 előtt törvényi szinten ugyan nem létezett, de ténylegesen létezett, hát ez a Kádárkorban is így volt, hogy nem volt cenzúra, az mégis volt. Ez is megszűnik 1848-ban, tehát ez is egy nagyon fontos új alkotmányos vívmány. Legkevésbé talán az önkormányzatokhoz nyúlnak hozzá, ugye ez a megyei képviseletről szóló törvény mutatja, ugye ezt szokta Szabad György korában úgy mondani, hogy nagyon fontos feudális maradványok épültek be a magyar közigazgatásnak a működésébe. Itt ugye arról van szó, hogy miután nem veszik el a személyes szavazatjogot a nemesektől, ugyanakkor viszont nem akarják teljes egészében felborítani a korábbi struktúrát, ezért ugye a községek részéről hát csak ilyen delegátusok, ilyen követek mehetnek be a megyegyűlésbe, és hát miután az illetőknek a többsége nyilván mezőgazdasági munkával foglalkozik, ezért valószínűleg mindig a nemesek lesznek többségben a megyebizottmányokban. Azt viszont azért hozzá kell tenni, hogy ennek 48-49-ben volt némi praktikus haszna, mert hogy azok intézték a közigazgatást, akik értettek hozzá, és többek között ennek lehetett köszönni a honvédsereg viszonylag gyors kiállítását. Hozzá kell tenni, hogy például Kossuth éppen ennek kapcsán, tehát a megyei képviselet kapcsán vetette fel először az általános választójognak a gondolatát a megyei, tehát az önkormányzati választások szintjén. Ez természetesen csak a felnőtt férfi lakosságra vonatkozott, ugye annyira azért nem voltak felvilágosodottak a fiúk, hogy a nőket is be akarták volna emelni.
Ugyanez vonatkozik a városi önkormányzatok rendszerére. Itt azért hozzá kell tenni, hogy míg korábban Pest városánál például 1%-ot sem érte azoknak a száma, akik a politikai képviseletbe bármifajta beleszólással rendelkeztek volna, akár választóként, akár választhatóként, hát 1848-ban ez a kör jelentősen kibővül. Nincs viszont tisztújítási kényszer, éppen az állam működő képességének a fenntartása érdekében, de azért néhány helyen megcsinálják, mert hogyha nagyon, hát, hogy is mondjam, pecsovics volt az alispán vagy a főispán, akkor azt azért elzavarták, bár a többségnek volt annyi jó ízlése, hogy magától lemondott. Ez is azt mutatja, hogy az még morálisan egy kicsit más szinten állt az a kor. A honvédelmi rendszer átalakulásáról el kell mondani, hogy a 48 évi harmadik törvénycikk csak általában szól a honvédelmi tárgyakról, amelyekben a továbbiakban az uralkodó a magyar kormányon keresztül fogja intézni a végrehajtó hatalom ügyeit. Nem hadügyekről van szó, hanem honvédelemről. Ugye ez egy nagyon komoly fogalmi különbség az adott időszakban, hiszen a hadügy az jelenteni az egész hadsereget, a honvédelembe meg hát mondjuk beleérthető a nemesi felkelés. Érdekes módon a nemesi felkelés intézményét nem törlik el. De hát ugye miután 1809 óta tetszhalott állapotban van, ezért nem is nagyon vetődik fel az újra összehívásnak a gondolata. A honvédelmi rendszer átalakításának az irányába hat viszont a nemzetőrségnek, mint belső rendvédelmi szervezetnek a létrehozása. Azt azért hangsúlyozni szeretném, hogy minden ellenkező nézettel szemben a nemzetőrség nem hadsereg volt, hanem egy olyan belső rendvédelmi szervezet, mint hogyha manapság mondjuk a polgárőrségeket meg a rendőrséget megpróbálnák egymással összeereszteni. Az más kérdés, hogy miután 48 májusától kezdve megkezdődnek a nemzetiségeknek a fegyveres mozgalmai, a nemzetőrség tényleges honvédelmi funkciókhoz is jut. Illetve a nemzetőrségi törvénynek van egy olyan passzusa, amely szerint azokat is föl lehet venni a nemzetőrségbe, akik egyébként nem ütik meg azt a vagyoni vagy értelmiségi cenzust, aminek alapján kötelező a szolgálatuk, de érdekeltek a belsőrend fenntartásában, és a Batthyány kormány ezt a passzust kihasználva hozza létre a reguláris hadsereget, a honvédséget, amelyet először rendes mobilis nemzetőrségnek neveznek, és csak a később lesz belülük honvéd. Ugye nagyon fontos, hogy a birodalmi hadsereghez, illetve a Magyarországon állomásozó császári királyi hadsereghez való viszonyt és annak az alárendeltségi viszonyait, ezt királyi kéziratokkal május 7-én, illetve június 10-én sikerül rendezni. A magyar fél számára kedvező módon, tehát a magyar kormány alá rendelik ezeket. Nincs viszont szabályozva például a hadkiegészítési rendszernek az átalakítása. Ezt majd csak a népképviseleti országgyűlés fogja megtenni 1848. augusztusában, ugye az összeírási kirúgó rendszerrel, ami lényegében az általános hadkötelezettség egyfajta megelőlegezésének tekinthető. A vallási egyenjogosítás, illetve a vallások egyenjogosítása tekintetében ugye az unitáriusokat is bevett vallásnak nevezik, vagy bevett vallássá veszik ezután, illetve a görög-keletiekre is kiterjesztik mindazokat a jogokat, amelyekkel korábban a katolikusok, illetve a különböző protestáns felekezetek rendelkeztek, és megszűnik, ha nem is törvényi szinten, de kvázi megszűnik a katolikus egyháznak a gyakorlatilag államvallás jellege. Ugye maguk a törvényhozók is tisztában voltak azzal, hogy ez nem egy teljes mű, ahogy Kossuth fogalmazott, nem minden ez, de alapja jövendő kifejlődésünknek, és nagyon érdekes, hogy a 31 meghozott törvénycikk közül 20-ban szerepel az utalás arra, hogy ezek ideiglenes jellegűek, még az olyan kimondottan részletes törvénycikkekben is, mint a sajtótörvény vagy a nemzetőrségi törvény. Fölvetődik persze a kérdés, hogy miért nem alkotmányoztak inkább. Hát ugye azért nem, mert alkotmányt írni az valamivel szisztematikusabb munka, és mindenki meg akarta fogni az alkalom üstökét, ahogy akkoriban mondták. Tehát úgy gondolták, hogy ki kell használni a már létező alkalmat arra, hogy Magyarország közjogi és politikai, illetve társadalmi rendszerét teljes egészében átszabják. Magának az alkotmányozásnak az igénye egyébként megjelent, hiszen a népképviseleti országgyűlés 48. júliusi összeülése után is többször hangsúlyozzák, hogy ez még csak egy ilyen ideiglenes előkészítő funkcióval bír, és majd a következő országgyűlés az már konstituant, tehát alkotmányozó gyűlés lesz. Mi az, ami kimaradt a törvények rendszeréből? Ugye ezt szokták mindig a kritikusok elmondani.
Ilyen volt például a C-rendszernek, tehát az iparűzés rendszerének az átalakítása, amit azonban rendeleti úton félig meddig 48 júniusában rendeznek. Ilyen az Ausztriához való viszony tisztázása, de hát itt ugye ezt a gyakorlatnak kellett kialakítania. Ilyen bizonyos korábbi, hát jobbágyi, de nem úrbéres szolgáltatások tisztázása, tehát hogy ezekkel most mi fog történni. Ezt 48 április májusában végül is Kossuth megpróbálja. Ugye ilyen a honvédelmi rendszer, de mondom itt is ez lényegében 48 augusztusában megtörténik, és ilyen a nem magyar népekhez való viszony, illetve ami talán a legfontosabb demokratikus deficitje volt a 48 évi törvényhozásnak, hogy nem rendezték a zsidóságnak a helyzetét, tehát nem születik meg a zsidó emancipáció, erre ugye csak 49 júliusában kerül sor. Ugyanígy elmaradt az egyházak helyzetének a részletes szabályozása. Ugye itt volt egy technikai kérdés, hogy a katolikus egyház lemondott a tizedről, de miből fognak élni a plébánosok a továbbiakban? Ugye ez nem volt egy olyan egyszerű kérdés. Na most 1849 áprilisában van a következő váltás, amikor ugye a függetlenség, illetve a trónfosztás kimondása után fölvetődik ismét az a lehetőség, hogy feloszlatják a népképviseleti országgyűlést, és összehívnak egy alkotmányozó nemzetgyűlést, de hát a bekövetkező hadi események miatt a dologra végül is már nem kerülhet sor. Na most annak ellenére, hogy Magyarországnak nem volt úgymond írott, tehát kartális alkotmánya 1848-ban, a 48 évi törvények kétségkívül alkotmányként funkcionáltak. Ugye egyetlen egy példát szeretnék mondani, amikor Görgei 49. január 5-én kiadja a Váci nyilatkozatot, abban Magyarország 5. Ferdinánd által szentesített alkotmányára hivatkozik, és folyamatosan a 48-as alkotmányra történik a hivatkozás egyéb okmányokban is. Ausztriának ugye két alkotmánya is született 48-ban, mindegyik 48-49-ben, mindkettő viszonylag rövid időt élt meg. Az egyik a Pillersdorfi alkotmány, amely hát gyakorlatilag olyan két hét után hatályát veszítette, mert akkor a felháborodás kísérte a kibocsátását 48 áprilisában. A másik pedig ugye az olmüci oktroját alkotmány, amelyet már a bevezetésekor elnapoltak, először ugye a háború végéig, utána pedig az utolsó ítéletig, és 1854-ben föl is függesztették. A 48 évi kvázi alkotmányunk viszont annyira erősnek bizonyult, hogy ugye 1865-67 között közel 3 év kellett az átszabásához, de gyakorlatilag 1918-ig meghatározta Magyarország közügyi működését, sőt, ha történeti távlatban nézzük, akkor az általa kifejtett alapelvekkel ugye a felelős kormányzás, a törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés, stb. Máig meghatározza az alapjogokhoz, illetve az alkotmányos viszonyokhoz való viszonyunkat, elnézést kérek a szóismétlésért. Azt hiszem kivételesen betartottam az időben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen!